Sesztárk Miklós nemzeti fejlesztési miniszter június elején jelentette be, hogy elkészültek az új kisvárdai stadion látványtervei. Az építési munkálatok hamarosan elkezdődnek, a befejezés 2017. szeptemberére várható. A kisvárdai stadion kezdetektől szerepelt a kormány fejlesztési programjában. Korábban 120 millió forintot szántak volna a jelenlegi MB2-es csapat új otthonára. Ez az összeg két lépcsőben 1,61 milliárd forintra emelkedett. A teljesen új létesítmény 2750 fedett ülőhelyet foglal majd magába, de a befogadó képesség szükség esetén akár 5000 főre bővíthető. A stadion szerkezete a tervek szerint teljesen zárt lesz, ezzel a katlan jelleggel illeszkedik majd a várkerti hagyományokhoz. A pálya villanyvilágítással is el lesz látva, a magasabb szintű kiszolgáláshoz pedig 5 darab skybox is helyet kap a lelátók fölött. Az új stadion a Várkerti Sporttelep északkeleti sarkában, a már meglévő új öltöző melletti üres területen fog felépülni. A jelenleg másodosztályban játszó csapat a tervek szerint így jövő szeptemberben már az új létesítményben fogadhatja az ellenfeleket. Sesztárk Miklós szerint a stadion felavatásával egy időben elindulhat a Kisvárdai Futballakadémia első évfolyama is, amire 490 millió forint támogatást ad a kormány a településnek. A 35 perc vendége Kisvárda polgármestere Leleszi Tibor. Jó estét kívánok, polgármester úr! Jó estét kívánok! Köszöntöm tisztelt a Kölcsei Televízió nézőit! Grandiózus tervek azért a stadionra kapcsolatban. Voltak kritikus hangok, de szerintem a tegnapi magyar-osztrák győzelem után könnyebb lesz a kétkedőket is meggyőzni arról, hogy igenis Kisvárdának is szüksége van, ilyen stadionnak szüksége van rá? Igen, szüksége van rá. Látva a tegnapi kivetítő megnézett meccset, nagy lelkesedés tele fiatallal, illetve ha megnézzük az átlag nézőszámot a kisvárdai meccseken, azt hiszem, hogy egyértelmű. Ha arról beszélek, hogy Kisvárda 7000 diák tanul, tehát van mire építenünk, van utánpótlási lehetőség. Ugye jó néhány fontos momentum szóba került a bejátszásban, de mégis hogyan kell elképzelni a kisvárdai stadiont annak, aki még nem volt nagy stadionban? Ez egy nagyon korszerű stadion lesz, hogy láttuk a bejátszáson, egy kagyló alakú, ami azt jelenti, hogy egy olyan lehetőséget teremt, hogy családias meccsnézés lehessen, ami azt jelenti, hogy ezáltal a családok kimennek, együtt szórakoznak, illetve a fiatalság egy jó meccs láttán bízom benne, hogy talál példaképeket a fociban, a sportban és a port felé irányul. Nyilvánvalóan nem az önkormányzata a tulajdonosa a futballcsapatnak, de azért, mint polgármester csak megkérdezem, hogy mikor lesz első osztályú Kisvárda, ugye most nem vállalta, pedig lehetett volna. Kisvárda nyilvánvalóan kisváros vagyunk azért, 18 ezer lakosú város, célunk egy stabil MB2-be maradás a következő évben is, és nyilvánvalóan, hogyha az álmok megvalósulnak a stadion, hogy utána mit hoz a jövő, az más kérdés. Ugye stadion az csak egy a beruházások közül, ami Kisvárdára a következő időszakban jellemző lesz. Van még sportberuházás atlétikai centrum tekintetében, de van strandberuházás is. Pontosan mire készül most a város? Hát a sporthoz kötődően, ahogy elhangzott, az atlétikai centrum a Becsenyei gimnáziumban, ami lehetőséget teremt arra, hogy a labdarúgás mellett kialakuljon egy jó atlétikai sport Kisvárdán, mint aminek volt hagyománya a Becsenyei gimnáziumban. Emellett létrejön egy sportakadémia labdarúgásban és kézlabdában, ami szintén egy nagyon jó lehetőséget teremt az utánpótlás építésére, illetve hát a Szent László gimnázium belül épül egy sportcsarnok, ami kimondottan a kézilabda utánpótlás nevelésre szakosodik. Ugye szóba került még a strand, annak a átépítése, felújítása is. Hát a következő terület a turizmus, és ebből következő bevételek. A strand beruházása, nagyon komoly beruházás indul el, élményparkkal, élményfürdőkkel, ökocentrummal, összekötve a Nádas tóval, illetve egy olyan környezetben, ahol minden megvan együtt, megvan a lehetőség arra a strandolásra, a balneológiára, mellette a vár, ami szintén felújításra fog kerülni, a várszínházzal, a kultúrával, és köré csatlakozik, vagy köré karéjban ott lesz a sportcentrum. Körülbelül mennyiben fog ez kerülni, és honnan lesz rá pénz? Hát, ahogy elhangzott, a stadion érték az egyértelmű, a szállodaépítése durván 1,4 milliárd forint várató költsége, a strandberuházás olyan bő 2 milliárd forint lehetőség, a vár hasonló elég magas értékben történik, a vár felújítása, a atlétikai pályasz körül 669 millió körül van.
Csak ezzel önkormányzati részben hazai vagy uniós forrás, hogyan képzelik el a finanszírozást? Ez támogatás egyértelműen, tehát nekünk a finanszírozásban inkább a jövőre kell gondolnunk majd, a fenntartásra a városnak. Tehát amellett, hogy ez csodálatos dolgok a városban épülnek és szépülünk, ott fog maradni a városban, nekünk gondolni kell a városvezetőknek arra, hogy jövőben fenn is kell majd tartanunk. Ez a nagy feladat akkor. Így van, így van. Ehhez pedig nézők, meg szurkolók, meg sportolók is kellenek. Nyilván Kisvárdán az ipar is jelentős. Ugye az egyik olyan cég van Kisvárdán, amely bármelyik város örülne, hogyha nála lenne, egyébként a Masterkutra gondolok például, de hogyan áll most Kisvárda ilyen tekintetben, tehát munkahely tekintetében, mennyire erős az a középréteg, amely szükséges ahhoz, hogy jól működjön a stadion, a atlétikai centrum, a kultúra? Úgy gondolom, hogy a létesítmények, ahogy szó volt róla, lehetőséget teremt egy épület megépítésére. Emellett nyilván meg kell töltenünk tartalommal. Akár kulturális, akár sportrendezvényekkel. Ehhez viszont kellenek a szakemberek. Olyan szakemberek, akik jól tudják működtetni. Ehhez kapcsolódóan indítottuk el szeptembertől egy egyetemi képzést. A munkaerő és olyan gyárakat szeretnénk Kisvárdán még telepíteni, ahol úgymond minden képzettségi rétegnek megfelelően talál munkáját. Vannak már esetleg érdeklődők, vagy ez még mindig az üzleti titok kategóriája? Igen, érdeklődők vannak többen is. Ja, beszéltünk most akkor sportról, kultúráról is, beszélünk kicsit a rendezvényekről is. Még ezen a héten is egy nagyon fontos rendezvény kezdődik Kisvárdán. Mit lehet ezekről tudni? Hát, ahogy mondottam, nyilván meg kell tölteni tartalommal is az épületeinket. Nem elég felújítani, rendbe tenni, megszépíteni. Meg kell tölteni tartalommal, kulturális rendezvényekkel. Ami most legfontosabb, pénteken a Nemzeti Értéktár konferencia lesz Kisvárdán. A földművelési miniszter úr jelen lesz, ő fogja tartani. Egy bizottsági ülés hungarikumokról, helyi értékekről döntenek, beszélgetnek. Azt követően pedig este egy gála lesz, ahol nyilván magyar értékek bemutatása történik. Azt követően pedig rögtön másnap kezdődik a 28. immár Magyar Színházak Fesztiválja. Ugye, a nyár most kezdődik gyakorlatilag el, ma volt az utolsó nap az iskolában. Milyen nyári vakációs időszakra számít Kisvárda? Milyen lesz ott eltölteni ezt a nyári vakációt, mondjuk fesztiválok tekintetében akár? Hát úgy gondolom, hogy beszéltem a színházról, minden hétvégén van Kisvárdán program, kivétel nélkül. Azt követően egy nemzetközi fúvózani rendezvény fog következni, Mazsolett Fesztivál, és a következő, ami az ifjúságot is érinti, leginkább a Lesz Fest, ahol ismert zenészek háromnapos koncertsorozat veszi kezdetét. Zárásképpen még csak annyit, hogy sok mindenről beszéltünk most. Azok a fejlesztések, amik a kultúrához, sporthoz kapcsolódnak, körülbelül mikorra lesznek észre, mikorra mondhatják el a kisvárdaiak, meg az odalátogatók azt, hogy ezek most már készen vannak, meg van megújult a város. Hát a változó az időpontok befejezése, most nem sorolom fel mindegyiket külön-külön, de várhatóan, tehát az a tervünk, hogy 17 végére a létesítményeknek a nagy része befejezése kerüljön. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk, várjuk Önt máskor is. Köszönöm szépen, nagyon szívesen.